Egységes betegellátás. Átadták a Mátészalkai Kórház felújított belgyógyászati tömbjét. Megújult az intézmény épületrendszere és eszközeinek egy része. Véget ért a strandszezon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi strandja vártnál jobban zárt. A rendkívüli meleg nyár kedvezett a fürdőhelyeket üzemeltetőknek. Adomány a családoknak. Országszerte 18 hordozható cserépkályhát oszt ki a Magyar Vöröskereszt. Az egyik ilyen adomány egy dombrádi 6 gyermekes rászoruló családhoz került. Átadták a Mátészalkai Kórház felújított belgyógyászati tömbjét. A közel 2 milliárd forintos forrásból teljesen megújult az intézmény épületrendszere és eszközeinek egy része. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az úgynevezett struktúra pályázat első ütemében a Fehérgyarmati Kórház intenzív osztályát, Mátészalkán pedig a központi műtőblokkot újították fel. Most a második ütemben többek között a széttagolt szakrendelői struktúra helyett egységes, központosított járóbeteg ellátás és betegirányítás valósult meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Mátészalkai fiúktelepét érintő beruházás a meglévő épületrészek felújításával, átépítésével, a főbejárat nyitott gyalogos forgalmú részének beépítésével, valamint a megszűnő régi szülészetnőgyógyászati épülettömb helyén megépülő új, a hoteldiagnosztikai és belgyógyászati tömböt összekötő egyszintes szakrendelői épületrész megvalósulásával jön létre. A belgyógyászati tömb mindhárom szintjét felújítottuk, ugyanúgy belgyógyászati funkcióra fogjuk használni ezt követően is, fekvőbeteg belgyógyászati osztályunkat helyezzük el a második és a harmadik emeleten. Ami a legfontosabb szerintem a projekten belül a belgyógyászathoz kapcsolódóan az az, hogy a belgyógyászati tömb összeépül a hoteldiagnosztikai tömbben, ezáltal egy fedett betegutat tudunk biztosítani a betegeink számára, akiket különböző konziliumi vizsgálatokra, illetve diagnosztikai vizsgálatokra viszünk. A fejlesztés eredményeként az egészségügyben dolgozók munkakörülményei javulnak, a megújuló gép-műszerpark újabb diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetését teszi lehetővé. Azt gondolom, hogy egy ilyen gyönyörűen felújított épületben az embereknek más az érzése, a komfort érzete, más körülmények között dolgoznak az orvosok is, úgyhogy egy infrastruktúrával bővül, de azt gondolom, hogy sokkal többet ez ad ez annál, mint hogy csak egy kubatúra, egy környezet lenne, egy épített környezet, és ennek függvényében azt gondolom, hogy az emberek életminősége, illetve életérzése sokkal jobb lesz. A kivitelezés két ütemben valósul meg, mely során építésre, eszközbeszerzésre és informatikai fejlesztésekre is sor kerül. Mátészalka város és a Mátészalkai Kórház együtt fejlődik, együtt halad előre. Ezt mutatják a jelek, aminek én nagyon örülök. Ma már harmadik alkalommal álltam itt a kórházban, és ez tényleg eszméletlen nagy örömmel tölt el, hiszen első alkalommal az új műtőblokkot adtuk át, a következő alkalommal egy új épületnek az alapkövét helyeztük el, és nem telt el egy hónap, itt állunk az egyes belgyógyászati osztálynak a megújult épületkomplexumában. A gépjármű és gyalogos forgalom, valamint a mentőforgalom elkülönül, az intézmény területén könnyen megközelíthető parkolót alakítanak ki. A beruházás várhatóan ez év végére valósul meg. Véget ért a strandszezon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi strandja vártnál jobban zárt. A rendkívüli meleg nyár kedvezett a kikapcsolódni vágyóknak, így a fürdőhelyeket üzemeltetőknek is. A nyíregyházi strandokon csak a szezonban 238 ezeren fordultak meg, Kisvárdán pedig mintegy 15%-kal több fürdőzőt regisztráltak, mint egy évvel korábban. Május végén nyitotta meg kapuit a nyíregyházi park és élményfürdő. Idén már a negyedik strandszezont kezdték úgy Nyíregyháza sóstó gyógyfürdőn, hogy a két fürdőegységet egy-eggyel használhatták a látogatók. Az üzemeltető cég vezérigazgatója szerint többek között ennek, valamint az igen meleg nyárnak köszönhető, hogy idén is jó szezont zártak a szabolcsi megyeszékhelyen. Tófürdőn 39 ezer vendéget fogadtunk, ilyen sok vendég talán
még nem is volt az elmúlt 10 évben. Ennek a hátterében nyilvánvalóan a jó időjárás, illetőleg az, hogy a tavalyi évben rendkívül kedvezményes jegyárakat vezettünk be. Ugye hát Nyíregyházán több fürdő van, és a szolgáltatási skálának megfelelően különböző jégtípusok jegyárak tapasztalhatóak. Összességében a 6-8 hónapban valamennyi fürdőnket figyelembe jött, 312 000 vendéget fogadtunk. Hála Istennek balesetmentesen, mindenféle komoly fennakadás nélkül tudtuk lezárni ezt a szezont. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi strandja, többek között a Kisvárdai is a Vártnál jobban zárta a szezont. Rekordévet zártunk, 15%-kal magasabb volt a bevétel, látogatottság is, sőt egyes napokon akár egy 21%-ot is elért a plusz látogatók száma. Térségünk valamennyi strandjára jelentős számban érkeztek külföldiek. Az elmúlt hónapokban, ahogyan Nyíregyházára, úgy Kisvárdára is sokan jártak fürdőzni, Szlovákiából, Ukrajnából. Többek között ezért is indítanak hamarosan jelentős beruházást a városban. Teljesen meg fog újulni a strandunk, közel 2,5 milliárd forintból, ami azt jelenti, hogy lesz egy nagyon komoly strand központunk. Ehhez fog csatlakozni egy balneológiai rész, illetve felépül egy 4 csillagos szálloda 52 szobával, ahol pont azokat a vendégeket, akik távolról érkeznek Szlovákiából, Ukrajnából, el tudjuk látni. Ez a nagyon fontos tervek között szerepel az is, hogy egy sportrehabilitációs központot létrehozunk. A beruházási munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek majd Kisvárdán. Országszerte 18 hordozható cserépkályhát oszt ki a Magyar Vöröskereszt. Az egyik ilyen adomány egy dombrádi 6 gyermekes rászoruló családhoz került. Az adományozás több helyszínén az önkormányzat tűzifa programmal támogatja a kályha adományban részesülő családokat. Mivel a téli fűtésszezon rengeteg család számára jelent kihívást, a Magyar Vöröskereszt a tervek szerint a későbbiekben is folytatja majd az akciót. Országszerte 18 ehhez hasonló hordozható cserépkályhát oszt ki a Magyar Vöröskereszt 2 nagyobb KFT segítségével október közepéig. Ezeknek a beszerelését és házhoz szállítását is vállalták a cégek. A fűtőeszközöket 6 óra alatt egy kályha versenyen készítették a legjobb szakemberek, amelyeknek értéke összesen 3 millió forint. Ez körülbelül egy helységbefűtésére alkalmas, illetve amit tudni kell, ezekről a tetején egy platni van, egy fém, egy öntött vas platni, amin lehet főzni is, tehát nem csak fűtésre alkalmas, hanem főzésre is, úgyhogy kiválóan alkalmas egy-egy családnak a téli mindennapjaira. A tavaly indult programban a 2 év alatt összesen 46 kályhát adományoznak a rászoruló családoknak, az eszközök egy részének kiosztásában a Magyar Vöröskereszt segít. Minden esetben az önkormányzatok segítségét kérjük, hogy kiválasszuk a családokat, különböző szociális szempontok vannak, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, nagy család, illetve hát nyilván súlyozzuk ezeket az eseteket. Ebben az esetben ugye egy 13 fős több generációs családról beszélünk, ahol a közmunka jelenti a fő megélhetést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a dombrádi Sallós családnak adományozták az egyik kályhát. Ebben a házban 3 generáció él együtt, összesen 13-an laknak itt. Egy új kályha beszerzése nagy problémát jelentett volna számukra. Nagy segítség nekünk ez a kályha, mert éppen ugye hát, hogy a másik kályha tönkre ment, ugye most kellett volna egy másikat venni. Ez óriási segítség volt, és nagyon köszönöm a Magyar Vöröskeresztnek tényleg, hogy ugye ránk gondolt. A téli fűtés szezon sok család számára jelent kihívást Dombrádon. Az önkormányzat több családon is szeretne segíteni majd a hideg hónapokban. Az önkormányzat pedig tüzelővel fogja őket segíteni, mert hogy a szociális tűzifa pályázaton indul az önkormányzatunk is, és családonként 2 köbméter fa az, ami juttatható egy családnak, és hát úgy gondolom, hogy ők lesznek majd az egyik család. A rászoruló családokat a dombrádi önkormányzat az iskola kezdésnél is támogatta, az általános iskolásokat 5, a középiskolásokat 8, a felsőoktatásban tanulókat pedig 10 000 forinttal segítették. Évente körülbelül 1 tucatszor riasztják a tűzoltókat most gázmérgezés miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és nem múlik el év úgy, hogy valaki ne veszítené el az életét a felszabaduló széndioxid okozta balesetben. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelmi igazgatóság. A most gázzal kapcsolatos pincebalesetek egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek.
Az ősz beköszöntével kezdetét vette a szüreti időszak és a borkészítés. A mustgáz a must eredése során keletkező szén-dioxid, ami színtelen, szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb, zárt térben a levegőt kiszorítva a padlótól tölti fel a helyiséget. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt, oxigénhiányos állapotba kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Oxigénhiányos állapotba kerülhet az, aki nem körültekintően jár el a szület utáni időszakban, vagyis eszméletvesztéssel, álmossággal vagy fullállásos halállal is járhat egy ilyen baleset. Egyébként a katasztrófavédelem arra hívná fel a figyelmet, hogy a pince tulajdonosok gyakrabban szellőztessenek, illetve ha bekövetkezik egy baleset, akkor a mentőszemély mindenképpen egy izolációs készülékkel, egy levegőtől független zárt légzőkészülékben kezdje meg a mentést, illetve értesítse a 105-ös telefonszámot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente körülbelül egy tucatszor riasztják a tűzoltókat mustgázmérgezés miatt, és nem múlik el év úgy, hogy valaki ne veszítené el az életét a felszabaduló széndioxid okozta balesetben. Ezek annak ellenére fordulnak elő, hogy a termelők tudják, a must erjedése a borrá válás első hetében a legveszélyesebb, és ilyenkor érdemes körültekintően látogatni a pincéket. Minden alkoholos erjedésnél széndioxid gáz keletkezik, ez akkor van probléma, hogyha már a friss mustot levisszük a pincébe és pincébe erjesztjük, annyira udvaron erjesztjük, a széndioxid eltűnik a levegőben. A pincébe levitt mustból kijövő széndioxid a pince alján gyűlik össze, mint tudjuk, a széndioxid gáz nehezebb a levegőnél, mivel a pincébe szél nincsen, ezért szépen a pince alján található. Ezt legegyszerűbben úgy lehet észlelni, hogy leviszünk egy gyufát, vagy inkább egy gyertyát, és szépen amilyen magasan van széndioxid, azt ki lehet mérni. Ha a pincében a széndioxid koncentráció eléri a 10%-ot, már eszméletvesztést, később pedig fulladásos halált okozhat. A gyertyaláng ezzel szemben csak 14%-os mustgáz koncentrációnál alszik ki. Ezért az égő gyertyát egy rúdhoz rögzítve derékmagasság alatt érdemes tartani. Ha a gyertyalángja kialszik, nincs elegendő oxigén a helyiségben, így azonnal el kell hagyni a pincét, mert életveszélyes ott tartózkodni. Szeptember 26-a után már csak kondenzációs kazánok kerülhetnek forgalomba az Európai Unióban. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Megszerezte első győzelmét a felkészülési időszakban a Marsó-Nyíregyháza. Sitku Ernő együttese a B-csoportos Debrecen otthonában nyert 98-89-re. A nyíregyháziak csütörtöktől Kassán szerepelnek egy 4-csapatos tornán. 3 extraligában eltöltött szezon után ismét az NB1-ben szerepel a nyírbátori asztali tenisz csapat. Az immár Majoros Bence nélküli együttes a bajnokság nyitó fordulójában hazai környezetben a Szegeddel játszott 9-9-es döntetlent. Szeptember 26-a után már csak kondenzációs kazánok kerülhetnek forgalomba az Európai Unióban. A kazánok cseréjével akár 20%-nyi energiát is meg lehet takarítani, viszont a készülékek ára a duplájába kerül a hagyományos gázkazánokhoz képest. A gázkazánok cseréje mellett a már meglévő kéményeket is fel kell újítani, vagy egészen másfajta kéményt kell építenie annak, aki szeptember 26-a után szeretné korszerűsíteni a fűtését. Magánszemélyek részére 2016. januárjától válik kötelezővé a szabályozás, ami azt jelenti, hogy egy átlagos családi háznál a kazán cseréje esetén megközelítőleg 150.000 forintnyi többletköltséget jelent a kémény felújítása. Az Unióban rájöttek arra, hogy a nyílt égéstérű kazánok miatt van a legtöbb mérgezés és halált okozó baleset, ezért az Unióban betiltják az ilyen készülék használatát. A leírat szerint ez év szeptemberétől már a közületeknél csak zárt égéstérőt lehet használni, a lakosságnál pedig január 1-től lehet ilyet használni. Most akinek már van építési engedélye, azokra ez nem vonatkozhat, mivel visszamenőleges jogszabályalkotás nem szabad végezni. Tehát aki hozzánk már beadta a tervbírálatot, és mi lebíráltuk, és azt mondtuk, hogy ez jó lesz, akkor az még megépíthető. Akit ezután fognak beadni, azoknak már mi úgy veszük figyelembe, hogy itt csak zárt égéstérőkészülék képzetőbe.
A kondenzációs kazánok abban különböznek a hagyományos készülékektől, hogy a füstgázból képződő pára a kazán belsejében lecsapódik, így hidegebb füst távozik a kéményen keresztül a szabadba. Így az energia egy része továbbra is felhasználható a helyiségek fűtésére. A hagyományos kazánokhoz hasonlóan az elkészült új típusú fűtésrendszert is évente ellenőrzik a kéményseprők. A kéménynek az átjárhatóságát nézzük meg, ellenőrizzük. Nincs-e benne fészek, darázsfészek, döglött madártetem. Jó, ez tiszta, de nincs semmi. Ezek után az ellenőrzés részeként a készüléket vizsgálják meg, ahol a szénmonoxid visszaáramlást mérik műszerrel. Elején jön egy kicsi vissza, amikor még beindul a húzat, ameddig melegszik egy kicsit a kémény, olyankor egy picit besik volt, de az még nem veszélyes, úgyhogy. De úgy néz ki, az teljesen rendben van. A kondenzációs kazánok jellemzően kétszer annyiba kerülnek, mint a hagyományos készülékek, és átlagosan 3-8 évvel számolható a megtérülési idejük. Ezek után a 20% körüli energia megtakarítással már jelentősen alacsonyabb lehet a fűtési időszak költsége. Megszerezte első győzelmét a felkészülési időszakban a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a B csoportos Debrecen otthonában nyert 98-89-re. A nyíregyháziak csütörtöktől Kassán szerepelnek egy 4 csapatos tornán. A külföldi csapatokkal vívott felkészülési meccsek után először lépett pályára hazai együttes ellen a Marsó Nyíregyháza. A B csoportos Debrecen otthonában az első negyedet a hazaiak nyerték, a folytatásban aztán fokozatosan átvették az irányítást a vendégek, akik végül 9 pontos győzelmet aratva szerezték meg első sikerüket a felkészülési időszakban. Azt kaptam a mérkőzéstől, amit vártam a Debrecennek, ismerem a játék stílusát, és egy eléggé kontrollálatlan játékot játszanak, ami ellen nem könnyű kosárlabdázni. Viszont igazából a célja az a mérkőzésnek az volt, hogy a saját játékosainkra figyeljünk, és a saját dolgainkat próbáljuk meg megfelelőképpen csinálni. Ez még pontatlan volt, sokat kell még fejlődni annak érdekében, hogy ez olyan pontos legyen, ahogyan szeretnénk. Bízom benne, hogy ezt a srácok azért érzik, és meg fogják tudni valósítani majd a felkészülés hátralévő részében. A nyíregyházi csapatban pályára lépett a próbajátékon lévő 34 éves 203 cm magas Nikola Jovanovic, aki 14 pontig jutott. Az amerikai Anru 34 pontjával csapata a legeredményesebb játékosának bizonyult. Az amerikai játékossal mindenképpen elégedett voltam, a csapatnak viszont meg kellett még szoknia. Nem igazán játszottak, úgy gondolom, eddig olyan játékossal, aki ilyen dobó teljesítményre volt képes. Ugye, ha valaki megnézi a statisztikát, a második félidőben 8-ból 7-3-as dobott be, az nem olyan rossz. Őt meg kell találni, hogyha üresen van, akkor oda kell adni neki a labdát, és nem tovább szövegetni a támadásnak a dolgait, hanem egyszerűen oda kell tenni, és meg kell várni, hogy mi történik. A Marsó Nyíregyháza csütörtökön Kassára utazik, ahol egy tornán vesz részt a házigazda, a szintén szlovákiai Svit és a romániai Nagyszeben társaságában. 3 extraligában eltöltött szezon után ismét az NB1-ben szerepel a nyírbátori asztali tenisz csapat. Az immár Majoros Bence nélküli együttes a bajnokság nyitó fordulójában hazai környezetben a Szegeddel játszott 9-9-es döntetlent. Harmadik extraligás szezonjában is kiharcolta a bennmaradást a nyírbátori ASE, azonban a klub vezetése úgy döntött, hogy nem vállalják a legmagasabb osztályban való szereplést, hanem az NB1-ben folytatják tovább. A döntés hátterében a válogatott játékos Majoros Bence távozása áll. Idáig tudtuk Majoros Bencét megtartani Nyírbátorba. Ő volt az, aki miatt leginkább ezt az osztályt nekünk preferálnunk kellett. Most miután ő kiigazolt Németországba, ezért úgy láttuk, hogy utána a következő generációnak az NB1 sokkal jobban megfelel a fejlődésének, mint az Extraliga. Több sikerélményhez jutnak, ugyanakkor nagyon jó színvonalú mérkőzést játszanak. Az Extraligába viszont valljuk be őszintén valószínűleg, hogy statiszta szerep jutott volna neki, és hogyha valaki így kezdi a sportolói pályafutását, hogy folyamatosan rommá verik, abból nem valószínűleg, hogy pszichésen és mentálisan később egy nagyon jó versenyző lesz. A nyírbátori csapatban a rutinos Sallai Zoltán, Bánhidi Emil és Kis Zsolt mellett a fiatal Tóth Gábor és Molnár Dávid szerepel. A nyitófordulóban hazai környezetben a Szegeddel játszott 9-9-es döntetlent az ASE. Az elején azt gondolom, hogy én kiegyeztem volna bőven ezzel a 9-9-el, de a mérkőzés
alakulása után, már talán úgy éreztem, hogy talán inkább a Nyírbátor volt az esélyesebb, és inkább talán mi engedtük ki a mérkőzést a kezünkből, bár azt hiszem, hogy szégyenkedni valunk emiatt a 9-9 miatt nem lehet. Ez egy nagyon jó kiindulási alap a későbbi fordulókra. A nyírbátoriak a középmezőny célozták meg az NB1 keleti csoportjában. A második fordulóban Szolnokon játszik az ASE, de mivel a nyírbátori Molnár Dávid a serdülő válogatott tagjaként a horvát nemzetközi bajnokságon szerepel a találkozó eredeti időpontjában, valószínűleg csúszik a mérkőzés. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Átadták a Mátészalkai Kórház felújított belgyógyászati tömbjét. A közel 2 milliárd forintos forrásból teljesen megújult az intézmény épületrendszere és eszközeinek egy része. Az úgynevezett struktúra pályázat első ütemében a Fehérgyarmati Kórház intenzív osztályát, Mátészalkán pedig a központi műtőblokkot újították fel. Most a második ütemben többek között a széttagolt szakrendelői struktúra helyett egységes, központosított járóbeteg ellátás és betegirányítás valósult meg. Véget ért a strandszezon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi strandja a vártnál jobban zárt. A rendkívüli meleg nyár kedvezett a kikapcsolódni vágyóknak, így a fürdőhelyeket üzemeltetőknek is. A nyíregyházi strandokon csak a szezonban 238 ezeren fordultak meg, Kisvárdán pedig mintegy 15%-kal több fürdőzőt regisztráltak, mint egy évvel korábban. Országszerte 18 hordozható cserépkályhát oszt ki a Magyar Vöröskereszt, az egyik ilyen adomány egy dombrádi 6 gyermekes rászoruló családhoz került. Az adományozás több helyszínén az önkormányzat tűzifa programmal is támogatja a kályha adományban részesülő családokat. A Kölcsei Televízió keddi hírműsorát látták. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál hűvösebb időjárás. Egy tőlünk nyugatra elhelyezkedő magas nyomású képződmény észak felől továbbra is hűvös és alapvetően száraz levegőt szállít térségünkbe. Éjjel változóan felhős lesz az ég és zápor is előfordulhat, a változó irányú szél helyenként megélénkül, reggel általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben több-kevesebb napsütés mindenütt lesz, de a változó felhőzetből eső zápor is előfordulhat. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét további részében és a jövő hét elején is alapvetően napos, gomoly felhőkkel és egy-egy záporral tarkított idő lesz, és a hőmérséklet is emelkedik, majd egyre inkább az ilyenkor szokásoshoz közel alakul. Ez alól a csütörtök este, valamint a péntek lesz kivétel, ekkor erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Sokfelé úgy tartották, hogy ezen a napon indulnak útnak a fecskék, az enapi bugyborékos vagy ritka szemű esőből pedig csapadékos őszre számítottak.